Szeretettel köszöntök mindenkit, én szeretnék egy pályázati példán keresztül bemutatni bizonyos hibákat és bajokat, amiről itt szó volt többek között az András előadásában is. Egyrészt a pénzek, illetve a egész rendszer folyamatosságára fog rámutatni, illetve arra a dologra, hogy végül is egy ilyen rövid pályázatnál, ami az Irinyi egyes fázis, tehát egy 3 hónapos pályázatról van szó, hogy körülbelül mennyi időt vesz el a bürokrácia, és mennyi marad a pályázatra, illetve a tényleges munkára, kinek milyen időintervallummal lehet számolnia. Tehát egyrészt pár képben megmutatom a pályázatot, ami végigment, de gyorsan csak átmegyek ez a tartalom. A pályázatban az egyes fázisban nyertem támogatást az NKTH-tól egy új telefontartónak a szabadalmaztatására, az eszkamodell készítésére, tehát ami egy egyes pályázati projektben lehetséges volt. Tehát nagyjából címszavakban a lényeges feladatok, amik ebben a 3 hónapban elvégzésre kerültek, azok vannak itt felsorolva, tehát eszkamodell készítés, prototípus elkészítés, szabadalom újdonságkutatás, használati mintabejelentés, piackutatás, üzleti tervkészítés és az eredmények bemutatása a külföldi kiállításokon, illetve a hazai szakmai kiállításokon. Mindez 3 hónapos projekt időben. Sajnos valószínűleg messziről nem látszik, de az ábrán a projekt lezárásai vannak feltüntetve, nem mérföldkövek, hanem időpontok, amikor valami is történt a pályázat során. Az első sorban, a pirossal nem látszik, a pályázat kiírása az 2006-6-án vagy 8-án volt. Ami meglepő, hogy a beadási határidő az rögtön 2 héten belül volt. Tehát igazából, aki nem számított rá, valószínűleg 2 hét alatt komoly munkát nem, hát ha nincs a tartsolyban, nem tudott volna ebben a pályázatban részt venni. Tehát az egyik javaslat, ugye itt szó volt arról, hogy mi a baj és mit kéne másként csinálni, amit úgy néz ki, hogy mostanában már megjelent az NKTH-nál is, hiszen előzetesen közzéteszik a pályázatoknak a tervezetét. Az azért is szerencsés mostanában, mert még finomítani lehet magán a kiíráson is, illetve jóval előtte, tehát nem 2 hét marad arra, hogy valaki belépjen ebbe a pályázat. Ami meglepő, hogy utána következik 25 hét, az majdnem egy fél év, amíg döntés született ennek a pályázatnak az elbírálásáról. Tehát túlment a szakértői csoportokon, illetve az NKTH elnöke meghozta a döntését. Szintén igazából nagyon hosszúnak tűnik a szerződéskötésnek a dátuma, amire a 37. héten került sor. Tehát körülbelül egy olyan 10 hét, az 2,5 hónappal a döntés után. És ehhez hozzátenném, hogy nem olyan okokból, hogy 10-szeri szerződésváltás és pontosítás volt, hanem körülbelül ennyi időt vett igénybe, amíg átment a hivatalon. Most ezt a periódust azért úgy kell nézni, hogy az NKTH-nál és a KPI-nél vezetőváltás, átszervezés és mindenféle volt, tehát ezek valamennyire indokolják, de azt a innovációs sebességet, ami egy új dolognak a bevezetését lényeges és fontossá tenné, azt nagyon lassítják és nagyon megakadályozzák. Tehát a szerződés kötés az körülbelül a 41. héten, tehát majdnem egy év múlva a beadástól történt meg. A szerződés szerint egy másik dolog, amire figyelni kéne mindkét félnek, hogy a pályázó, mikor megkapja a döntést a
a kedvező elbírálásról, akkor abban gondolkodik, hogy a szerződés hamarosan, legalábbis mondjuk egy hónapon belül azt nyílve lehet ütni. Tehát, és a szerződésről ugye be kell írni a projekt kezdeti dátumát és a végdátumát. Most ebben az esetben is, ami pirossal van írva, az azt jelenti, hogy a előleg megérkezése a szerződés kötés után, ami nekem is a negyedik hónapra esett, tehát gyakorlatilag a projekt közepén tudtam forrásokat, illetve pénzeket kifizetni a projektben résztvevő szabadalmi ügyvívőnek, egyéb közreműködőknek. Tehát valahogy vagy a szerződés kötéskor kellene azt tudatosítani, hogy ez majd csak 3 hónap múlva lép életbe, vagy annyi idő kell ahhoz, hogy ez átmenjen, és akkor úgy lehet tervezni, mert egy 3 hónapos periódust azért szabadalmi ügyvivővel, kiállítással, mintadarab készítéssel, tehát ezt összeszervezni 3 hónapra nem egy egyszerű dolog. A projekt vége az 52. héten zárult le a szerződés szerint is, tehát gyakorlatilag eltelt egy év a kiírástól. Ekkor történt egy koordinátorváltozás, a KPI megszűnt, ugye átkerült a MAG ZRT-be a feladatok nagy része, és a legutolsó sor, a részletekkel nem terhelném a közönséget, az azt jelenti, hogy a projekt lezárására 2007. december 20-án került sor. Tehát egy 3 hónapos projektnél itt látszik, hogy hol mennyi idő telt el. Ugyanez a dolog itt táblázatosan. Egy érdekes dolgot csináltam meg, hogy 3 részre bontottam a táblázatot, hogy a hivatal, a igénybe a periódus során. Egy nagyon meglepő számot kaptam, hogy a időigény a hivatalnál 68 hét, a pályázó körülbelül 8 hét volt az, amíg reagálni kellett egy szerződés, egy pénzügyi pontosítás és ilyen időkre, és maga a projekt pedig 13 hetet vett igénybe. Ez kördiagramban körülbelül így néz ki, és az egyik baj szerintem az innovációval, hogy ez a kék kör elég nagy. Tehát ezen kéne valahogy változtatni, vagy csökkenteni. Pár dolgot fölírtam, hogy tehát mik a tapasztalatok. Tehát egyrészt az, hogy a hivatalnak semmilyen határidője nincs, hogyha valaki lead valamit, vagy egy szerződéskötést, hogy azt neki egy hónapon belül meg kell csinálni, vagy 2 héten belül. Aztán a másik kiugró rész, amit említettem is, a projekt és a folyamat hossza. Látszik, hogy 3 hónapos projekt, 16 hónapos időtartamot vett igénybe, amíg átfutott. A másik nagyon kritikus rész a szabadalmi jogok és PCT határidők. Mindannyian tudjuk, hogy 1 év van egy szabadalom beadására a nemzetközi téren, hiszen te az András előadásából is elhangzott, hogy egy magyar szabadalommal igazán nem sok mindent lehet kezdeni. És ha megnézzük, ha valaki a projektben beadott egy szabadalmat, a következő fázishoz, hogy tovább menjen a második fázisban, nagyon ki van élezve, hogy egyáltalán beleférjen a PCT határidőben. Itt a projektre kiugró dolgokat soroltam fel még, tehát a szerződés kötés ideje, projekt kezdeti végdátuma, hogy ahhoz kéne időzíteni az előleget, illetve a szerződést magát, és a elszámolási határidők az pedig, hogy a projekt lezárásakor a leadott anyagok alapján, amennyiben lehetséges, ez minél előbb átmenjen a hivatalba. És itt én felsoroltam pár javaslatot, nem hogy idő engedi-e még, hogy azt végül is, aki érdekel, nyomtatásban megvan, oda tudom adni. Jó? Ennyit szerettem volna, hát remélem, hogy tanulságos volt.